Szóval, legutóbb volt ezzel a játékkal egy streamünk, ami szerintem, mennyi lehetett, srácok? 3 óra? Lehet, hogy 9,5 órát játszottam a játékkal. Úgyhogy még egy picit tesztelgettem, miután vége lett a streamnek. Úgyhogy újat kezdtem, új szigeten vagyok, és ezzel kapcsolatban azt tudom nektek mondani, hogy minden egyes indulásnál full új mappot generál a játék, úgyhogy semmi sem ott volt, mint az előző mappon. Ráadásul ezen, amin újra kezdtem, borzasztóan jó helyen van a bázisom, a kezdőhelyem, mert nagyon jól védhető, de majd mindjárt fogjátok látni. Na. Ja, igen, és elképzelhető, hogy unicorn is lett a karakteremből. Én nem tudom, hogy ez hogy történt, de van egy unicorn is sapkám, meg szemüvegem. Na, figyeljetek! Mutatom, hogy mi... Tehát így spónoltunk le, nézzétek csak. Bal oldalról, jobb oldalról sziklával vagyok körülvéve. Már megépítettem a hajót, tehát el tudunk hajózni, és mutatom, hogy mit építettem. Tehát itt van a crafting zóna, van házikóm, craftoltam már képet magamnak, meg egy aranyszobrot találtam, van egy ilyen kis házikó itt, illetve itt van a crafting rész, két asztalkával, két kályhával, vagy kohóval, vagy mi a lófasznak hívják ezt, és itt van a bejárat, ami spike trappel van telerakva. Tehát amikor raidet kapok, akkor innen próbálnak meg bejönni, és kb. Meg is halnak, mire beérnek. Úgyhogy kiválóan lett megépítve, és nem én építettem, hanem a majmaim. Oké. Menjünk el felfedezni, mivel ugye abban maradtunk, hogy nézzük meg a vaultokat. Most viszünk magunkkal kaját. 9-es kajasztek elég. Örületes mennyiségű item van mindegyik ládában szana szét, úgyhogy már azt se tudom, hogy mi hol van. Viszont ugye ki kell vennem most a fegyvereket, mert a majmokat fegyverrel hozom magammal. Azt mondja, hogy lapát nem kell. Dárda az van nálam, az oké. Okay. Meg van egy legendary bomb. A sima... Jó, egy sima bót adunk egy majomnak. Egy... Ez már akkor... 1, 2, 3. Itt már 3 majmot felszerelünk ezzel. Az a baj, hogy itt ilyen elhasznált fegyverek vannak, azt nem akarom odaadni, mert ha útközben eltörik, akkor nincs kedvem azzal foglalkozni. Ebben nincsen fegyver. Á, itt vannak. Ez már 4. Ez már 5. Ez már 6. Jó, tehát akkor 6 fegyver nálam van, azért egy fejszét elhozunk. Na, és akkor úgy kell csinálni, hogy ide hívom magamhoz az összes majmot, és azt mondom nekik, hogy kövessenek. Valamelyiknél van fegyver, valamelyiknél nincs, az például mindjárt el fog törni. És akkor most azt mondom nekik, hogy tanuljanak, tanulj. Látjátok, hogy egyszerre több majomnak megy ki a banán, és ennek nem mindig örülök. Tanuljanak, a kezembe veszek egy fegyvert, és megütöm a target dummy-t. Most már tudják, hogy mindenkinek harcolnia kell. Most kimegyünk innen. Kimegyünk innen, és mindegyiknek a kezébe adunk fegyvert. Még jön egy utolsó is, oké. Ő nála nincs fegyver, úgyhogy ő kap egy buzogányt. Őnála van egy upgrade-elt buzogány. Azt mondja, hogy ő is kap egy buzogányt. Most már annál is lett egy, nem baj. Őnála van egy nyílvessző. Vagy mi az i, bocsánat. Ő is kap buzogányt. Őnála van. Őnála meg nincs semmi. Ő lesz az íjászunk. Tessék. Na, most ugye csomóan ott hagytak valamit a... Ezt fölvesszük. És mehetünk. Na, a mapot egyébként felfedeztem, ekkora a kis sziget, ez az össz. És
Eltűnt róla az összes jelölés. Nagyon fasza. Pedig fedeztem fel vaultokat, úgyhogy most elindulunk csak így magunkba. Ja, meg ami olyan, azt nyilván felszedjük. Nem valószínű, hogy sok enemivel fogunk találkozni így útközben. Este jobban szeretek kijönni, mert akkor tudunk szerezni... húst a... mi az? Denevérekből. Emlékeim szerint itt lent volt egy falu. Valahol. Falu, meg vault is, tehát itt valaminek kellene lennie lent. De rosszul emlékeztem, mi meglepő. Lassan majom lesz. Az a durva, hogyha repülőfiú többet járna a csatornára, ugye Flyboy, ő neki volt nagy kedvenc állata, meg csatorna állata a majom. Tehát neki biztos tetszene. Ó, hát de viszont várjatok már. Ja, közben nézzétek. Egy kicsit fejlesztettem már a majmokon. Tehát a sárga az a legendary szint. Tehát például gathering, crafting, building ennél a majomnál, aki ada, már maxra van húzva. De vannak még egy páran legendary képességekkel. Viszont, mivel mindenki fighter, most mindenki megkapja a kalóz sipkát. És a kalóz majmokkal közlekedek. Próbáltam úgy csinálni, hogy amikor a különböző taskokat kiosztom nekik a bázison, akkor mindig olyannak osszam ki a feladatot első körben, akinek még nincsen masterelve az a képessége, és ezáltal ugye pluszban fejlődjön. Mert ugye azt akartam összehozni, hogy mindegyik majom mindenbe nagyon jó legyen. Ennek nyilván később nem sok értelme van, mert specifikusan egyszerű. Ott a cápa, figyeljétek, hogy megöli? Figyeld? Jön a gyilkos bálna, figyeld, nézd a majmokat, a vérmajmok. Azt figyeld, hogy agyon verik? Figyeld. Nem hagyják élni. Tehát így ölnek a majmok gyilkos bálnát. Na, mennyire kemények? Verjél, a csontot eldobom. A húst azt el kell hozni mindenképpen. Akkor eldobjuk a furt is. Érted? Steak van a halba. Na várjál, hogy állnak a fegyverek? Kell valakinél cserélni? Mert akkor nem dobom el azt a klubot. Aha, ő nála. Na gyere csak ide, te. Azt cserélt ki azt a mi a fasz? Miért nem dobja neki oda? Na várjál. Swap. Így jó. Most ezt eldobjuk. És akkor föl tudom venni a halfilét. Az a baj, hogy a steaket nem tudom fölvenni. Jó, hát a steak az itt marad. Nem baj, a halfilét elhozzuk. Szóval nagyon durvák. Nagyon-nagyon durvák a majmok. És meg kellene találnunk azt a vaultot. Na, gyertek majmok, fájtoljatok. Á, esélye nincsen semminek. Nézd, szétverik. Tehát konkrétan megsemmisítették a teljes flottát. Vannak ilyen szobrok is egyébként a pályán, aminél az a feladat, hogy általában mindig van valami kívánsága a szobornak, amit teljesíteni kell. Ó, már itt is gyilkoláztunk egyszer. Amit teljesíteni kell, és akkor ad egy ládát. Az a baj, hogy most már sok lesz. Sok lesz az, amit nem tudunk fölvenni. Látod? Csaszok. Nagyon durvák a majmok. Kalóz majmok, akik mindent is megölnek. Szerintem eldobom ezt a fegyvert, és fölveszem belőle a steaket. Mert már egy szobrot is elhagytam ott.
Na, valahol itt volt a vault. Itt van a vault. Na, akkor most bemegyünk. Nem tudom, hogy ez micsoda, itt még nem jártam. Na nézzük, mit lehet csinálni egy ilyen vaultba. Elméletileg ez a dungeon, de hát meglepődnék rajta, hogyha majmaimon kifogna bármi is. Ott van egy csa, oda ne essél le, hülye majom. Ó, de nevérek. Az jó, abból jön szintén husi. Aha, tehát akkor dobozokat lehet szétverni egy-egy ilyen helyen. Ebből fa jött. Ó, vannak még ott. Előre! A Batwinget nem fogom tudni fölvenni. Az a baj, hogy nincsen semmi, amit szívesen eldobnék. Mindegy, a Batwing az... Az, ha itt marad, az nem baj. Room completed. Hoppá! Aha. Hát eddig annyira nem volt veszélyes a hely. Mondjuk 6 majommal jöttem be, tehát nem tudom, hogy mit várok. Kicsi az inventory. Az nagyon kicsi. Uha. Mi csoda? Mi az a fegyver? Na várjátok, nincs valakinél szarul álló fegyver, amit eldobhat? Nem nagyon. Jó, akkor a Bone Clubot eldobjuk egy pillanatra, megnézzük, mert itt van egy ilyen kard. Metal. Egy metal kard. Viccelsz? Hát ezt valamelyik majomnak odaadom. Úristen, mi jön ott? Kurva életbe. Glass sheet, azt tudok otthon csinálni, úgyhogy az nem kell. De miért minden engem akar támadni? Mi ez aranyrög? Az kell. Várjál, ezt swappolom az egyik majommal. Mondjuk nem a bót kellett volna. Ezt nagyon jó. Ezt te most itt eldobod, és ezt fölveszem. Gold ingot! Nagyon jó! Közben előre kompletelték a majd... Ott egy másik maki! Oh! 7 majmom lesz. Yeah! Abban a pillanatban kapsz egy legendary bót, majom. Mit szólsz hozzá? Ja, de ő még nem fog tudni támadni. Ő csak követni tud egyelőre. Ő csak követni tud egyelőre, mert ugye nem tudom neki azt mondani... Ott egy dárda megint. Nem tudom neki ugye azt mondani, hogy mimikelje azt, amit én csinálok, és megtámadok valamit. Ővele kell cserélnünk. Swap. Sima bunkós botot eldobjuk. Fölvesszük a dárdát. Dárdát még én nem tudok craftolni, úgyhogy azért ér sokat. Mert ahhoz... metál kell, és még metált én ezen a szigeten legalábbis nem találtam. Aha, és akkor most mi van itt? Oh, no, ne! Micsoda! Várjál! Select blueprint. Mi kellhet a leginkább nekünk? Aha, tehát hogy egy vaultnak az a vége... De várjál, ez egy bench. Choose receipt. Szerintem itt lehet craftolni a nagyon különleges dolgokat. Csak azt nem tudom, hogy amire rákattintok... Na várjatok, legyen mondjuk... Legyen dárda. Nem látom. Tehát, hogy ide bejönni lehet, és craftolni. Tehát nem receptet kapok meg, hanem a különböző vaultokba tudsz durvaságot craftolni. Aha! Ó,
Viszont lesüthetem a kajákat. De azt is csinálhatom, hogy az az egy majom, aki új majom, gyere ide. Na, ezt mire kiválasztom, bazznek? Figyeld. Jó, ő neki kiválasztottam. És megtanítom neki a craftingot, figyeld. De ne, mi a... Remélem jó majom néz engem. Jó majom volt? Igen. Na most ennek a majomnak odaadjuk a kalapácsot, és elméletileg ő fogja gyártani... Aha. Hát én nekem csak bele kell rakni most itt a receptet, a receptbe a hozzávalót, és akkor lefőzetjük vele a kajákat. Jó, tehát akkor az egy-egy szigeten lévő vaultnak az előnye, hogy oda be tudsz menni, és mindegyik vaultban van egy asztal, ahol legendary itemeket craftolhatsz. Nyilván akkor éri meg bemenni, ha már az ahhoz tartozó dolgaid megvannak. Na most ugye nekem még nincs meg. Egyetlen egy legendary cuccot craftoltam magamnak, amit láthatok az action báromon, az egyes. Az kérlek szépen egy fákja. Az egy fákja, ami esőben is világít, mert van rajta egy üveg. Azt már én craftoltam magamnak. Ja tényleg, tehát ott tartunk, srácok, hogy a buildingbe már ennyi mindent tudok építeni. Majdnem mindent legyártottam már egyszer. Ott áll meg a tudomány, ahol már fém kell hozzá, ugyanis fémet még sehol nem találtam. Sehol nem tudtam még bányászni. Lehet, hogy azt nem ezen a szigeten fogok találni. Mindent kipróbáltam, már mindent körbenéztem. Nem találtam még metal ingotot. A kapu mit csinálhat az ajtó alatt? Hol? Mindjárt megnézzük egyébként még, hogy itt mik vannak, csak ezeket most el akarom használni, hogy a kaják meglegyenek. Illetve, skacok? Gyerekkorom egyik nagyon kedves... Hajó, bocsánat, félreolvastam. Gyerekkorom egyik nagyon-nagyon kedves játéka érkezik, képzeljétek el, remake-elve, az pedig a Neighbors from Hell. És ezen én nagyon meglepődtem, hogy érkezik, mert annó én azzal nagyon-nagyon-nagyon sokat játszottam. Csak ugye amikor egyszer elővettük streamen, akkor borzalmasan rossz volt, mert nem nagyon lehetett ugye vele játszani, mert régi és nem volt optimalizálva. Viszont most az érkezik. Úgyhogy azt én lehet, hogy meg fogom venni, és lehet, hogy fogunk vele játszani, mert azzal régen nagyon sokat fanoltam. Igen, egyébként a loot sem volt rossz, mert fegyvereket egész szépeket lehetett lootolni. Úgyhogy jó, annyi csak, hogy hát üres inventorival kell jönni, mert amúgy is kicsi az inventori, itt ráadásul sok cuccot tudsz találni. Úgyhogy innen például, hát leginkább haza kellene menni. Hogy kipakoljunk. De volt még, ezen a pályán még kettő vaultot találtam. Tehát még összesen két vault van valahol a pályán. Na, körbejárunk, csak most hazamegyek, és akkor lepakoljuk a dolgokat.
amikor összeraktam úgy a kis csipet csapatot, hogy tök faszán tudtak kraftolgatni. Hey, ez mi? Miért nem sweppel ez össze? Hülye vagy, Klára? Jó, a kajákat kiraktam. Igazából bőven elég, hogyha van nálam 10 kaja. A goldingotot is kirakjuk. Kirakjuk ezt is. Igazából szerintem nem viszek magammal hecsitet sem. Lesz nálam összesen ez a kettő cucc, és akkor mehetünk. Annyi, hogy annak az egy majomnak... Hol az a majom? Ott. Hol a hetedik majmom? Mi a faszomat csinál az ott fönt? Mi a tökömet csinál az ott fönt? Tied, Úri. Mi a francot keres ott fönt az a hülye majom? Most mentettem meg, erre már bajba kerül. Ó, tudom, miért nem jött utána, mert ugye ő beletállítva crafternek. Aztán gondolom, nincs mit craftolni. De hol vagy? Úristen, hát hova szaladsz? Jó ég! Utol se érem. Édes Istenem, de tényleg hova megy? Mire odaérek, megépít egy hidat? Nem, szerintem csak elmenekült az enemik elől. Ez hova ment? Gyere már ide, More! Jó, mindegy, legalább eljöttünk. Eljöttünk ide. Találtunk még egy izét. Treasure mapot. Szerintem... Aha, itt a következő vault. Na nézzük. Ugye ez nem ugyanaz a vault, ahol már voltunk. Azt nem tudom mondjuk, hogy hogyan hílelem föl a majmokat. Vagy hogy a majmok mitől hílelődnek föl. Mert ugye azért sérülnek ők is. Na várjál, ez lehet, hogy metál? Nem, ebből is csak kő van. Még mindig nem tudom, hogy honnan jön majd metál. Neighbors Back From Hell már elérhető Steamen. Igen, Nokedli, azért láttam. Ja, igen, csak úgy fogalmaztam, hogy jön majd. Láttam én is, és azért örült meg kicsi szívem. Nem kéne leesni a lyukakba. Ott van még egy majom. Adának level up-olt megint a kombatja. Ott a kövi majom. De most ez elvileg alapból követ engem. Ez jó, ez mindjárt eltörik. Nagyon jó. Még több hely. Egy axe. Szuper.
Az jó is lesz, mert azzal kicsit könnyebben ütöm szét. Bow and arrow, hát... Nem feltétlen, de ott volt lent egy iron ingot. Itt egy torch, meg egy pickaxe, oké. Bone... Bocsánat, nem iron ingot, gold ingot. Hát ezt igazából a filé helyett elvihetjük. És akkor itt is csak annyi... Aha, tehát hogy ebből a 8 receptből lehet mindig választani. Arra lennék kíváncsi, hogy például miből jön az a... Tehát a hozzátartozó cucc. Eséllyel eshet a dungeonön belül? Vagy a vaulton belül? Mert ugye eddig 2 vaultot takarítottunk ki, és egyikbe se volt olyan cucc. Mondjad, Dóri. Ennyi? Secret? Ja, hogy mennél konenezni? Ja, értem. Hát most mást szavaztak meg az emberek mára. Milyen secret? Volt lehetőségetek sok mindenre. Na mindegy, nem tudom, hogy mire írtátok azt a secretet. Conan nem is volt a poolba, de volt. Biztos, hogy volt az is. Lehet, hogy csak nem emlékeztek rá. Itt van a repülőgép, ami lezuhant. Ott egy láda. Ja, egyébként igen, arra kellene figyelni. Ja, abba igazad van. Arra kellene figyelni, hogy a treasure mappeket mindjárt összeszedjük. Szóval, itt vannak ilyenek. Azt mondja, what does the buried treasure contain? I think I'm going to need your help. Remember when we were in Floodshell? Turns out there's a buried treasure there containing the metal sword. You better respect the pirate code. Aha, tehát ezt a helyet kell megkeresni. Jó, oké. Oké. Akkor most azt fogjuk csinálni, hogy hazamegyünk, lerakjuk az itemeket, lerakom a majmokat. Hogy valamire beállítom, hogy a majmok is csináljanak valamit. És elmegyek egy 2-3 testőrrel. Nem kell 6 majom egyébként mellém, mert így is OP-k vagyunk. Őnála nincs semmi, neki tudok adni egy dárdát. Elméletileg van ilyen metal vén a cucca játékban, és onnan lehet fémet szedni. Metal vein. Vina. Valahonnan biztos, hogy lehet fémet szedni, ez egyértelmű, és ráadásul bányászható, de még nem találtam meg azt, amiből jön. Mert ha ide jövök, és a crafting asztalt is megnyitom, akkor láthatjátok, hogy már mindenfélét legyártottam, kivéve azokat, amihez fém kell. Tehát például dárdát nem tudok gyártani, mert kell hozzá metal ingot, nyilvesszőből a második fajtát, nem tudom, tehát még ezeket nem tudtam unlockolni.
Na, akkor a következő lesz a terv. Be fogunk állítani egy majmot arra, hogy ásson. Aki nincs sapka, az fog ásni, mert azt gondolom harvestingnek számít, és ennek még harvesting kell. Tehát oda majd ásni fog. Ő fog craftolni, a crafter lesz a sipkás. Nem, a crafter lesz a Bob the Builder. Ő neki craftingot kell húzni. Jó, akkor először ezt a kettőt állítjuk be. Szóval, mit akarunk craftoltatni velük? Mondjuk üveget. Csináljunk üveget. Azt úgy kell csinálnom, hogy ide jövök. Egyrészt kirakom az aranyat, és veszek egy szenet magamhoz. Berakom a szenet, és beállítom, hogy itt üveggyártás menjen. Ahhoz ugye kelleni fog homok és kő. Na most valahonnan kerítünk egy ásót. Biztos, hogy van valahol ásóm. Itt van például egy ásó, kettő is van, nagyon jó. Van egy ásóm. Tehát az egyik majomnak, aki nincs sapka, bázd meg, mind a kettőnek ugyanaz a neve. Három darabon nincs sapka. Melyik volt az? Ada. Hol vagy, Ada? Te vagy, Ada. Tanuljál. Tanuljad meg azt, hogy ide sétálsz a homokhoz, azt jó beleásol egyet. Látod? Nagyon ügyes vagy. Megtanultad. Jó, akkor most ezt Adának ezt oda kell adni. Ezt a ásót. Ada, ássál. De ki a faszom mondta, hogy George vedd el Ada ásóját? Tessék, Ada áshat. Nagyon jó. Szuper. Ada már ás. Oké. Akkor kell nekem a másik. Ő a crafter, neki meg kell mondanom, hogy ezt csinálja. Ami azt jelenti, hogy kell nekem egy harmadik, aki pedig pakol bele. Az nem más lesz, mint ő. Maxwell, tanuljál. Tanuld meg azt, hogy fölveszed a földről a homokot, és fogod, és belerakod a dobozba. Pü. Jó. Ő most már elkezd pakolászni mindent a földről, bele a dobozba. Jó? És nekem kell egy másik, aki a földről felszed dolgokat, ugye ő berakja. Kell egy másik, aki onnan kiszedi, és berakja a crafting asztalba. Az pedig te leszel. Maxwell. Nagyon jó, most ő is elkezdett. Na, ezt mondom, srácok. Ezt mondom. Ez kurva szar. Tehát, hogy miért van ez, hogy egyet jelölök ki, és kettőnek dobja oda? Nem szeretem. Mindegy, eddig kirakjuk a dolgokat. Szerintem az a hang, amit az előbb hallottunk, az az volt, hogy eltört az ásója annak a szerencsétlennek. Össze-vissza van pakolászom mindenem, ez a nagyon rossz benne. Tehát így mindig keresgélnem kell, hogy mi hol van. Mert a majmok azok össze-vissza pakolásznak. Ott is van egy ásó. Igen, mert szerintem ennek a szerencsétlennek eltört az ásója. Tessék, ott a ásó. Jó, szóval... Valahogy ki kellene jelölnöm. Hol a crafterem? Ja, ott van. Jó, tehát ő majd lecraftolni kell, hogy megtanulja. Tehát nekem ő kellene. De a kurva életbe, hogy mi... Nem baj.
Jó, tehát azt tanuld meg, hogy kiveszed a homokot, és berakod a homokot. Megtanultad? Nagyon ügyes vagy. Oké. Okay. Jó. Most valahogy el kell csípnem a sapkásat, hogy annak megtanítsuk azt, hogy ő ne csak pakolásszon, hanem kraftoljon. Na gyere ide, sapkás! Nagyon jó vagy! Jó, kellene nekem egy multitool valahonnan rohadt gyorsan. Jó, és akkor hogyha én ezt elkezdem belekalapálni, akkor ezt meg fogja tanulni ez a majom. Ne, nem ér a végéig, és elfelejti. Ó, Istenem, hülye majom! Bazzeg! Hamarabb kell. Túl lassan kraftolom ezt a szart le. Várjál, valami mást lekraftolunk. Azért van lent három tüzem, mert három különböző kaja van kijelölve. Ezt nem tudjuk gyártani. Ebben nem raktak bele semmit a majmok. Ebben meg nem raktak bele fát. Haversrác. Hol a fa? Egyébként ezért fontos, hogy egyszer beállítsd a majmokat, és utána inkább csinálják azt, amire odaállítottad őket, mert tök hosszú idő, amíg újra összerakod a dolgokat. Na várjál, hozzáadtam a izét, hozzáadom a húst, és akkor a húskraftolást tanuld meg. Nagyon jó vagy. Nézd meg, ezt nézd meg. Úgy lekraftolom ezt a húst. Jó, és akkor van egy, aki a földről szedi a dolgokat és rakja a ládába. Van egy, aki kraftol. Van egy, aki a crafting asztalokba teszi a cuccokat. És van egy, aki ásott. Jó, annak viszont most kellene adnom a multitoolt. Gyertek ide. Szuper. Szóval a multitoolos csávó, swap item, nagyon jó. Megkaptad? Megkaptad. És mit csinálsz? Annál meg nincsen ásó. Az megy ásni. Na nézzük, hogy működnek-e, és akkor négy testőröm van. Raid incoming, nagyon jó. Nagyon jó. Na gyertek, kecsegek. Én itt megvárom, figyeld? Azt a falat szétütik, jönnek tovább, és nézd, abba meghalnak, hogy jönnek a... Na? Na mi van, retekegér? Ennyi. Raid ended. Szétütöttek egy pár dolgot, de működőképes. A szenet nem tudja belepakolni senki? Vagy mi a fasz? Van egy majmom, aki azért felel, hogy belerakja az alapanyagot a cuccok. Hogy miért nem rakja be a szenet? Szóval vannak ilyen problémák például. Tehát, hogy elméletileg ez a sapkás gyerek szenet kéne, hogy pakoljon, de nem pakol. Nem, ő neki kellene csinálni, mert ő szedi föl a földről, az oké. Okay, de ő nem pakolászik befele. Hol van ez? Gyere ide, te büdös majom! Miért nem tudod megtanulni azt, hogy innen kiveszed a szenet, azt oda belerakod. És nézd meg, mi a faszomat csinál? Ott ugrál, dobozzal a kezébe. Az mi? Azt miért csinálja? Kattintani kell, az nem, nem rossz, tehát felveszi. Majom parádé, szia Herman!
Szoftverhibás a majom. Az meg hova szaladt? Ja, most azokat is összeszedi onnan a földről. Látod? Olyan egy jó munkaerő. Jó, akkor csináljuk azt. Hogy itt kijelöljük a ásót. Ide meg kijelöljük a ásóhoz szükséges hand toolt. De azokba se pakol bele. Az a majom, az borzalmasan idióta. Most ezzel mit csináljak? Miért ne kérhetnék embertől olyat, hogy rakja a szenet a kályhába? Light green-t akarsz? Na várjál, mert most nem azon van a telefon. Tehát valamiért nem pakol bele a majom a megfelelő helyre. Hey Siri. Change the lights to light green. Szóval... Példát kell statuálni és nyilvánosan kivégezni. Tehát látod? Ott van az, hogy dobozba bele. Tehát ő belepakol. Ő a dobozból kivesz. De akkor miért nem veszel ki belőle? Nem értem. Fát se vesz ebbe ki. Tehát, hogy... Ott van nála a fa. Na bazd meg, erre most még az ásós is ezt tanulja. Jó, nem baj, hát a kettőből egy baszki megtanulja amit kell. Tehát vegyél ki, izét, nagyon jó, és rakjál bele. Ez tényleg hülye, bazd meg. Na várjál, most még mindkettő elkezdett ott ugrálni. Bebagoltak? Ott bebagolnak. Az fölvette a föl... Ah! Valami van, valamiért belebagolnak. De odafér a ládához, egymáson át tudnak sétálni. Olyan, minthogyha ez bebagolná őket. Hát nem. Most mind a kettő ott ugrál, azon a spoton. Mi a franc bajuk van, bazd meg? A ládában fa van. Valahol. Itt van 49 fa, tehát azt megtalálnák. Várj, most ide hívom őket. És itt elengedem. Mi lehet a bajuk? De most őszintén. Miért nem pakolnak bele a receptesbe? Ahhoz, hogy a másik csávó dolgozhasson. Nagyon sok majom pakol. Kettő majom pakol, drága barátom. Kettő. Pontosan kettőnél van ott. És három különböző recept is aktív. Középső ládát tegyem arrébb. De ez eddig nem volt nekik probléma. De ott van nála a fa ráadásul, bazd meg. Ide jössz, bazd meg, fogod, kiveszed belőle azt az egy fát, odaszaladsz lentre,
az belerakod a fát. Most azt mondja elméletileg, hogy megtanulta. Na most pakol! Na most pakol, mint a kis angyal, nézzétek! És most mindegyikbe pakol. Na így kellene működnie annak a másiknak is. Látod? Na most csinálják. Most beindult az összes majom. Nagyon jó. Nem, a kemencébe hátulról is kraftol, látod? Tehát ez a crafter is hátulról kraftol. Aha, és az a jó, hogyha megváltoztatom a receptet, akkor utána már azt csinálják. Jó, most csináljál csákányt. Jó, akkor hány majom maradjon nálam, skacok? Kettővel vagy hárommal menjek fájtolgatni? Mert hogyha mondjuk még egyet itthon hagyok, az a baj, hogyha még egyet itthon hagyok, aki mondjuk épít, akkor kell egy másik is neki, aki az építő alapanyagot rakja bele az építésekbe, mert különbséget tesz a játék a kraftolásba való bepakolás és az építésbe való bepakolásból. Három pakoló, egy crafter, oké, és akkor a négy emberkéből... Jó, akkor kettőt viszünk magunkkal. Figyelj, őt például buildingelésre beállíthatjuk. George-ot. Tehát George lenne a második építészünk. Jó, de azt később tudom. Tehát, ha most azt akarom, hogy legyen egy építész, ahhoz az kell, hogy meg kell neki mutatnom, hogy egy ilyet építsen meg. Ha magamhoz szedek két bont, akkor azzal egyidőleg meg tudom tanítani az egyik majmot arra, hogy oda berakja. És utána George-nak pedig megtanítjuk azt, hogy azt lekraftolja. Oké, kell szereznünk bont. Valahol biztos, hogy van csontom. Nem hoztam haza csontot? Na jó, van, elég lesz a csákány gyártásból, az meg, mert már így is izé túl sok lesz. De ott van csont. Jó, tehát akkor innen lentről fogjuk fölvinni a csontot. Jó, viszont tanítunk nekik valami hasznosat, amit csináljanak. Ami kérlek szépen nem más, mint... Mondjuk, ha kötelet csinálnak, azzal legalább sok füvet elhasználunk. Jó, az egyik oldalon mehet a fűpakolás. Ezt a multitoolt, ezt felejtsd el, ez most már nem kell. És mondjuk gyártson botot? Nem kell botot gyártani. Gyártson fát, az mindenhez fog kelleni. Jó, oké. Jó, akkor most valahogy a falun kívülről, hogy minél kevesebb majom fusson rám, el kell kapnom George-ot. Csíkó, George. A kurva életbe, de látod? Ezt csinálja. Ezt csinálja. Engem is megkerestek-e ezzel, vagy magamtól játszom? Nem, ezzel abszolút magamtól játszom. Az egyetlen egy ilyen szponzorált videó egyelőre, az a Crash Bandicoot 4 volt. Most megint kettő nézi az én hülye fejemet. A francba! És akkor meg kell várnom, amíg az lejár, és akkor utána tudom megtanítani George-nak, hogy ebből a ládából kiszedvén a bont vigye föl. Ugye, mert George-nak mondtuk azt, hogy ő lesz a... Nem, ő nekik buildingelnie kell. Várjál, akkor
Akkor ki lesz az, aki viszi neki a cuccot? Igazából mindegy. Legyen benn. És a kraftolás akkor nem jelentett problémát a faktórió sem. Az biztos nem jelentene problémát, csak az engem nem érdekel. Én néztem Viktornál a faktóriót, nekem az annyira nem jött be. Ilyen messziről ide jönnek a többiek? Nem, nagyon jó. Tudod mit? Akkor a rohadt életbe, takarodj már innen. Az fog pakolni, akit egyedül ki tudok jelölni. Ú, nagyon jó, te leszel az. Na figyelj, te most megtanulod űrületes tempóval azt, hogy kiveszel egy csontot innen, főszaladsz ide, azt belevágod ide a csontot. Nézd csak, figyeld, püf. Meg is tanultad viszont látásra, akkor őt kijelölhetjük, hogy ő is hordár. Nem George volt, hanem ki volt az? Ben volt, ugye? Igen. Róla is levesszük a sipkát. Jó, és akkor most George-nak kell megtanítanunk azt, hogy mindezt lekraftolja. Na. George! Azaz, egy spotra álljatok össze, hogy még véletlenül se tudjam egyesével kijelölni őket. Na gyere ide! Tehát, George, tanulj! Nagyon jó. Futás, 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 futás egészen idáig. És elkezdett kalapálni ezt a szart. De nem tudom olyan gyorsan lekraftolni, hogy megtanulja szerintem. Ó, az Isten verjen meg téged. Az a baj, hogy én nem kraftolok elég gyorsan ahhoz, hogy ő elsajátítsa. Valami kisebbet kell kraftolnom előtte. Jó, nem baj. Nem baj, mindjárt megoldjuk. Akkor valamit building módba kraftoltatok vele. Nagyon jó. Tehát akkor kell mondjuk egy fence. Megvárjuk, míg a fence-be behozza az alapanyagot. Nem elég el, ha befejezést látja? Nem. Ugyanis úgy van, hogyha én elkezdek kraftolni, semmit nem tudok csinálni addig, ameddig be nem fejezem a kraftot. Tehát olyannal már próbálkoztam, hogy elkezdenék kraftolni, nyomom a Q-t, de nem. Tehát az egy olyan action, amit semmivel nem tudsz megszakítani. De nem repair-elni akarok. Maxwell szintet lépett. Igen, ezeket már ugye kraftolhatnám, de nem akarom, mert ez hosszabb, mint az övé. Hosszabb, mint az agyi kapacitása a majomnak, hogy nézze, hogy mi csinál a hülye gyerek. És most honnan fogom tudni, hogy ebben mikor érkezik meg az alapanyag? De most ez a majom nagyon pakol. De nekem csak a Reaper-t dobja föl. Ó, basszus, nem akarok Reaper-t tanítani neki, mert annak aztán sose... annak nem lesz jó vége. Igen, kraftolni két kézzel lehet csak. De szépen pakolásza bele a dolgokat, tehát működőképes. Hopp, 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 ez most vajon mire vonatkozik? Na, nézzük csak, lehet, hogy az már jó lesz. Az biztos, hogy a kerítést az gyorsabban kraftolom. Szóval, te, Zsors. A hülye majom már megint! Ezt egyébként javítaniuk kellene. Nagyon remélem, hogy ezt javítani fogják, mert ez borzalmasan idegesítő. Tehát érted, itt van. Na végre. Most egyedül azt kapta el. Jó, és ezt tanuljad meg nagyon gyorsan. Figyelj, majom, nagyon okos leszel. Nézd, már el is sajátítottad, hogy milyen az építés művészete, ugye? Nagyon ügyes vagy. Akkor most vedd el tőlem ezt a szart. Tessék, azt mennyi építeni. Ott már megy is. Nagyon jó. Még adjunk nekik azért feladatot, tehát ide egy falat vissza, és akkor ő elkezdi hordani oda a falat. Jó, ezen kívül még mit építgettessünk velük? Mondjuk ládát.
Mert láda az még köl. Tessék, rakunk ide is egy ládát. Ide is egy ládát. Ide is. Meg ide is. Ezt ezzel most ellesznek egy darabig, ezt szépen megépítgetik. Mert más nagyon nincsen, amit akarnék. Székem már van. Bónszékem nincsen, mert ahhoz kellene fém. Ehhez meg kell valami bucket. És ezt nézzétek, na ez a beteg, teleporter. Későbbiek során teleportáló cuccot is fogok tudni építeni. Illetve csinálunk egy elengedhetetlen piros szőnyeget a házba. Miért nem engeded ide rakni? Ja, mert az padlóra... Akkor a bejárathoz. Ott, oda kell a szőnyeg. Csinálja a szőnyeget. Ott megy az üveggyártás. Ha viszont megy az üveggyártás, akkor tudsz ablakot csinálni, more? Figyeljed! Figyeljél oda! Destroyálom azt. Nagyon jól esett ez a kettő. Meg destroyálom ezt. Meg destroyálom ezt. Nem azt! Jó, mindegy, nem baj. Építeni tudsz attól még. Figyelj, ablak. Ablak. Hogy a faszomban nem lehet az ablakot elforgatni. Hogyan rakok akkor függőleges ablakot, te nagyon majom? Sehogy. Nagyon jó. Hát akkor így jártál. Lehetne ajtót is, csak ahhoz megint kell metál. Bár lehet, hogyha berakom ide, akkor jól fogja majd csinálni. Meglátjuk. Ah, jó. Oké, azzal ők ellesznek. Ott van építés, van pakolás, van minden. És a két fő majommal elindulhatunk úgy, hogy magamhoz veszek egy dárdát. Ami nálam is lesz. Lesz egy dárdás, meg egy... Tudod mit? Két dárdás majmom legyen. Jó az. Elhozok magammal egy csákányt, kirakom a kaját. A nyilvessző nem kell. Ezt magunkkal hozzuk. Meg ezt. Így. A kaját magamhoz veszem, ezt meg megkapja a két majom. És ennyi. És akkor elindulunk. 11 darab kaja, nagyon jó. Csak lakjunk jól még itthon. Nagyon jó. Ezt kirakjuk, elindulhatunk. Na! Gyertek feleim! Jó. Na! Kérdés, hogy ugye most ott van a 7 majom, meg a másik 2 nálam. Úgy is van-e? Na figyeljé! Swap. Swap. Király. Na mehetünk majmócáim, gyertek! Kalandra fel! Igen, ott volt a 2 vault. Akkor itt is van egy vault még fönt. És most este van, legalább jönnek a denevérek, és lesz még husom. Figyeljed, hogy ölnek a majmok? Ú, de bénák vagytok, bazd meg. Hát nem vagy egy hegyes szeruza. Na, azért megy ez. Bele fognak jönni a srácok ebbe a fightba. Belejönnek majd. Ügyesek, ügyesek lesznek. Itt csontok vannak. Na, tehát a... Mondjuk a vaultok szerintetek milyen gyorsan replenisölődnek? Nézzünk be az egyikbe. Hé, várjál már! Ott van egy láda. Ott van egy láda a föld alatt, ide látom. Csak nincs nála másó. Már is újra termelődtek? Folybá tűnik. Aha, aha. Uha. Igen, így már viszont, hogy room complete. Így már, hogy kevesebben vagyunk, így már nekem is kell fájtolnom. Akkor viszont elég sűrűn lehet a
ezeket a helyeket is farmolni. Újra ott a izéláda. Na, de pénz és csákány. Igazából az egyetlen értelmes dolog, ami jött belőle, az az a csákány. Jó, nekem is meg kell szoknom, hogy fájtolnom kell. Azt figyeld! Na-na! Na-na, bántják a majmom! Király! Mi a fasz? Ó, várjál, ezek undeadek. Akkor gondolom szét kell ütnöm a hulláját. Miért nem ütök? Szóval, várjál. Nem, bazd meg. A kurva életbe megölt! Nem elég a két majom. Rohadjon meg. És mi lesz a két majmommal? Ja, jönnek vissza, itt vannak. Aha. Jó, jó, jó. Tehát ők kiszaladnak olyankor a vaultból. Ha. Jó, valamit viszont biztos, hogy kell csinálni azokkal a csontvázakkal, amik feküdnek a földön. Lehet, hogy harvestelni kell a hullájukat. Tehát lehet, hogy szét kell ütni a hullát a földön, mert egyébként fölélednek. Biztos, hogy valahogy megölhető, mert kizárt dolognak tartom, hogy az úgy ott maradna. Nem tudsz lootolni, nem tudsz craftolni. Tehát valamit kell velük csinálni. Nem volt ez olyan rossz ötlet, hogy hat majommal a leízét hozhattam volna ásót. Köszi, tehát így... De most bazd meg, nem fájtoltok! Jó, nem baj. Majd on the go megpróbálom őket megtanítani a fájtra. Meg kell ütnöm egy enemit, és akkor rájönnek, hogy hogy kell. Gondolom én. Aha, már mennek is. Nagyon jók vagytok. Ó. Oh. Ja nem, csak többször kell megölni azt a csontvázat. Látjátok? Mert most már eltűnt. Tehát akkor ennek annyi csak, hogy több élete van. Oké. Tiszta sor. Most mindent felszedek újra. Oké, itt eldobjuk a fát. Az nem kell. Csont. Fa. Homok. Kókusz. Nem kell. Itt van a világítós cuccom. Itt van az axom. Egy fegyverem. Több felvonásos. Azaz. A glass az nem kell. De mindent felszedünk, hogy egy helyre pakoljam. Ami nem kell. Ez nem kell. A húsit azt elvihetjük magunkkal. A kötél nem kell, mert abban annyi van, mint a nyűg. És akkor ott még egy multitool van. Meg szétüthetjük ezt a két ládát. Hát. De ha nem jön belőle olyan gem... Ó, ott van a metál.
ott a metál. Hun MK, köszönöm szépen a hostot per rédet. Köszi, köszi. Tehát van egy kék multitool, amit találtunk. Még egy csákány, ami kék, és tök jó. Akkor főzünk. Nekem ez egy picit furcsa. Már nem az, hogy több felvonásos egy ilyen fájt, hanem az a része, hogy azt a rubin-szerűség, nem tudom, egy ilyen piros kő, ami kell a különböző kraftokhoz, hogy azt még nem láttam esni. Ó, igen, Morax. Na, az lehet, hogy az a levegő koponya volt effektíve így a summoner. Az lehet, hogy azt kell eltenni lábalól, és akkor nem élednek újra. Azt simán el tudom képzelni. Elsütöm, főzöm a kajákat. A Batmannek a szárnyát visszük magunkkal haza, mert az nem rossz. Mi az, hogy nem tudod felvenni a kebabot? Itt van a kebab. Mi bajod a kebabbal? Ugyanolyan, mint a másik kebab. Most szórakozol velem, ugye? Ugye a metal ingotot azt mindenképpen el kell vinnem. Average weapon used for stabbing and throwing. A good weapon can also be used to cutting things down. Jó, akkor a dárdát. Várjál? Nálatok milyen állapotban van a dárda? Jó állapotban. Akkor ezt a dárdát eldobjuk. Itt még van még mindig pickax. Szóval ezeket a dolgokat, látjátok, olyan nagy gem, meg valami broken ice sword is kellene, hogy legyen. És azok nem tudom, hogy merre vannak. Jó, most hazamegyünk, lepakolunk, hozunk magunkkal egy ásót. Mert ezek szerint az ásó az kelleni fog, ugyanis ki kell ásnom valami metal szordot. Ugye az az egyik questünk. Úgy csináltam egyébként, hogy a harvestinget, meg a gatheringet úgy húztam fel a majmoknál. Mind a hatot magam mellé állítottam. Mind a hatnak adtam a kezébe izét. De figyelj, ülj a gyerek! Ott van az a... Nem mondod, hogy beragadtál oda. Úristen, olyan hülye vagy, mint egy majom. Konkrétan befalaszta magát a majmom. Egy per egybe befalaszta magát oda hátra. Ha van ilyen? Na, ide rakunk akkor csákányt, multitoolt, batwinget, iron ingotot. A lantern az maradhat. Egy fegyver kell nekem is, meg egy axe. És akkor kajából nem kell ennyi. Egyet bekajálok. És kirakom ezeket. Ez meg itt marad. Jó, ásó. Megint majdnem elfelejtettem. Kell egy ásó nekem. Itt egy ásó. Jó. Na, mehetünk. Tehát ki kell ásnom azt a cuccot. Mi van, nincs nála? De van nálad, jó van. És akkor tök jó, mert eldolgozgatnak ám a majmok. Ott hátul, tehát ezzel nincsen gond. Jó. Tehát a questünk az az, hogy egy ilyen részen kiássunk egy treasure-t. Hát figyelj, az szerintem egyébként valahol itt van baloldalt.
Ugye azt mondja, hogy respect the pirate codex. Tessék, itt is van egy. Tessék. Na, mit szólsz? Ott az... Ó, úristen, ott az iron. Nagyon jó. Hát a bót most egyelőre fölvesszük. Majd legfeljebb eldobom. Ha? Na, ez eddig jó. Dönevér! Ezeket még sose ástam ki egyébként. Kraftolni kell a vörös követ. Igen, 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 azt tudom. Ez csak hátulról lehet abuzálni. De ahhoz, tehát ahhoz, hogy azt kraftoljam, ahhoz kell valami. Tök jól harcolnak a harci majmok. Itt van egy ilyen föstmény. Search. Hát ebben már nincs semmi. Maxwell has leveled up. Igen, otthon azok dolgoznak. Na szóval, kell egy olyan részt találnunk, ahol vannak kövek. És ez például... Ja, azt, hogyha kiásom, abból csak izé lesz. Vannak kövek, és... Ott lehet kiásni a metal swordot. Azt a kurva! Metal sheet! Már viszem is el. A furse kell. Can be sold. Dekoratív tudsz. Az nice! Na hát ilyet még nem is találtam. De hol lehet az... ahol nekünk ásni kellene. Nem nagyon van hozzá itiner azon a kis, kis képen kívül. Most ezt a részt körbejártam. Tehát a tőlem itt balra lévő részt. És akkor ezek szerint nem ott van. Kettő fa és kettő kötél. Egyébként mutatom, hogy még milyen dologgal csaltam. Használtam ki okosan a játékmechanikát. Azzal, hogy fölveszek két fát. Szerválunk mindjárt füvet. Csak belekötöttél? Segítek, már azt nem tudjátok egyedül megölni. Jó, eldobjuk egy pillanatra a bannert. Fölveszünk füvet. Kraftolunk belőle kötelet. Lerakjuk a blueprintet, amit nem fogok tudni megépíteni, mert nincsen nálam multitool. De azt tudok két fából és egy kötélből. A kötél már nem kell, akkor kell még visszamenni fáért. Szóval azt szoktam csinálni, hogy magammal viszek egy chestet. De ott van a fa. Egy chestet ráadásul be lehet adni egy majomnak is a kezébe. Tehát ezt meg tudtam csinálni múltkor, hogy ezt lekraftolom. Anyádba. Na jó. Oké. Hol egy fa? Mit dobjak el? Eldobom addig a kaját.
Mondom, eldobom a kaját. Legyártom a chestet, és most szépen mindent összeszedek utána. Még kell két fa... Volt valami misszió a Death Gate-nél is. Nagyon sok, nagyon-nagyon sok ilyen mission-t vettem már föl. Tehát nagyon-nagyon sok mindent lehet... Hey, add vissza a kebabom! Kösz. Nézd meg, a hülye majom már lopja a kebabomat. Jó, és akkor multitool gyártás. Azzal is lehet mókolni, lehet olyat csinálni, hogy három majmot hozol magaddal, és az egyik majomnál csak ott van a láda. És akkor őt arra használod, hogy hordár. Azt viszem magammal. És akkor szedem össze azokat a dolgokat, amiket így félúton elhagytam. Aztán nyilván majd szortírozok, hogy mikor melyikre van inkább szükség. Na, szóval akkor keressük meg azt a részt, amire mutat a questünk. Figyelj, az ott mi? Egy nagy büdös semmi. Az, kérlek szépen. Na, azt öljétek meg, én le se rakom a dobozomat. Meghalt már? Köszönöm szépen. Itt van valami. Ezt nem is engedi kiásni egyébként. Nézzünk olyat, amit könnyebben megtalálunk. Tehát van egy ilyen treasure chest, amit valahol ki kéne ásni. Remember when we were in flood shell. Az itt van. Tehát ez a flood shell rész. Tehát jó helyen vagyok. Valahol ennek itt kell lennie. Valahol. Azt nem tudom, hogy hol. Valahol el van ásva egy metal kard. Úgy röhögnék, hogyha ez úgy lenne jelölve, hogy egy kard félig kiáll a földből, és azt kellett észrevennem. De nem itt. Adtak térképet. Igen, azt mutattam az előbb. Itt van a térkép. Itt van. Tehát ezt látjuk. Ennyi. Jó, ezt egy tutoriált se csináltam még meg. Traveling to Grave of Death Gate. If you are reading this, you've survived the wreck too. The search party returned from the buried treasure in Grave of Death Gate. They had to leave the metal sword behind. Mi, ott is metal sword van? Aha. Nagyon jó. Epic Centurion. Aha, ezek meg már valami baszó bosszok. Sokat megcsináltam egyébként útközben. Stranger. Ott is Metal Club van. Valahol itt kellene lennie elásva egy treasúrának. Már elmentél mellette bal felső sarok szerinted. Hát nézzük meg. Na várjál, itt szerintem van valami elásva. Nem, kurvára nincs.
Csak úgy tűnt. Bal felső sarok. Tehát ez a flot shell. Itt nem engedett ásni a izébe. De a bal felső sarok az ez. Ez nem úgy tűnik, mint hogyha olyan izés lenne. Ez volt a képen. Hát ezek szerint nem. Tehát ott van egy vaultnak a képe. Ott van egy vaultnak a képe, meg három darab izé mellette. Szerintem akkor ez konkrétan az, ami mellett, aminél ott agyaltam. Akkor lehet, hogy mégis ott van valahol elásva. Tehát, hogy ez. Ez, hogy itt valahol. De hogy hol kell keresni? Ti ezt értitek? Buried treasure contain. Mondjuk ott mutat valamit, mint hogyha ezen a spotra kéne ásni. Kurvára nem. Az lehet, hogy engem mutat. Most meg már máshova mutat. Hogy én vagy... Ja! LOL! Az tényleg aktívan változik velem. Tehát itt nincsen buried treasure. Nem tudom. Jó, akkor van egy ilyen, hogy traveling to grave of death gate. Ez a death gate-nél is kellene, hogy legyen valami. Igen. Grave of death gate. Akkor menjünk át oda. Most nem bánom is, hát nem tudok jobbat. Itt egyszerűen nem találom azt a buried treasure-t. Pedig jó helyen vagyunk, tehát azt mutatja a térkép, de még sincs ott semmi. És ugye biztos, hogy nem komplételtük, mert akkor már eltűnt volna, és áthúzta volna. Vault bejárata mögötti szobor, azt is megnézhetjük akkor. Az igen. Jó, mi az, amire nincs szüksége? Azt meg tudom enni. Ezt el tudom rakni, de nem lenne rá szükség feltétlen. Homok? Homokot rakjuk el valami helyett? A metál az nagyon király, hogy olyan esett. Ez a szar, ez nem kell. Cannonball! Jó napot kívánok! Nem lehet bemenni? Ott is egy cannonball.
itt egy csontszék, amit haza lehetne vinni. Ez a cápa se tudta, hogy kivel fog-e kikezdeni. Itt van egy buried treasure. Na, egyet megtaláltunk fixen. Treasure map completed. Na, egyet legalább kiírt. Hé, nem akartam bejönni. Na, egyet komplételtünk, ez nagyon szuper. Nem akarjátok megölni? Kösz. Majdnem megölt engem. Hallott, testőrök, mi van veletek? Majdnem meghóltam. Jó, fa nem kell. Azt eldobhatjuk, az nem ér sokat. A batwing, a kaja az jó, a fű az nem kell. Csontot vihetünk haza, a husi kell. Multitool az csak azért kell, hogy nálunk legyen. Ezt egy szendet kirakjuk, ezt majd el lehet adni. Ilyen nagyon basic dolgokat szerintem nem viszünk haza. Jó, ezeket eldobáljuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Köszi. Kaját azt nem hagyunk itt. Jó, tehát akkor egy dolgot már megtaláltam. Ez már fél siker. Megint nem akartam bejönni. Azt akartam fölvenni, nagyon jó. Itt csillog valami. Ebbe föld van, az nem kell. Nagyon-nagyon-nagyon szépen kidobálunk mindent egy helyre. Jó, akkor egyet sikerült komplítelnünk. Akkor, hát utána maradtak ezek a legendary dolgok. Az a Bella Miss Shanty. A greed-fueled quest led to her beloved ship behind wrecked, leaving her stranded in rock eyes. Szerintem az nem ezen a szigeten van. Az lehet, hogy már arra fele van fölfele. Jó, hát erre mondhatjuk azt, hogy ez ilyen fél siker kategória. Most hazamegyünk, kipakoljuk a ládát. Lehet, hogy azt csak még nem találtam meg, azt a területet. Mert hogy valahol el van rejtve. Nyilván, hogyha egy treasure mappet találok, az valószínűleg arra a szigetre vonatkozik, ahol vagyunk. Nem hiszem, hogy olyat csinálna a játék, hogy olyan helyre mutat, ami még, ahol még nem jártam. Jó, hát ezek a belüket kidolgozzák, ahogy látom. Ezt le tudtam droppolni. Kipróbáljuk azt, hogy működőképes-e az a dolog. Az bebugolt oda az a fa. Jó, ezt most leállítjuk, mert ezt már ne kraftoljanak többet, mert szerintem a világ összes fáját elkraftolták. Úgyhogy csináljatok kajákat. Tessék, itt van, ebbe beállítok egy kebabot. Az is egy bebugolt fa. Ezek a bevágolt dolgok nem tudom, hogy hogyan lesznek kijavítva. Aha, nincsen nagyon fám. Igen, mert elhasználták az összeset ilyen nagy fagyártására. Ez vaj. Na, de van ablakom, nézzétek! Most már alakul a házikó. Most már van ablakunk, és megtanítottuk ezt is a
Ezt is a majmócáknak. Igen, most ő nem tud semmit hordani. Tehát ők ketten fölöslegesek. Az egyiket beállíthatnánk favágásra, a másikat meg a alapanyag hordására. Akár. Jó. És ezt a kettőt magamhoz vettem. Kivisszük őket innen. Gyere! Nagyon jó. Akkor te leszel az, aki megtanul fát vágni. Nagyon jó vagy. Odaadom neked ezt. Tessék. Szuper vagy, mehetsz kiirtani az erdőt. Te pedig leszel az, aki megtanulja azt, hogy fölveszi a fát, leszalad a izébe. Ó. Nem is kell, nem is kell, haver. Azok onnan is összeszedik. Mindegy, te is legyél carrier. Nagyon jó. Az addig fog úgy is vágni, ameddig van nála ax, úgyhogy az rendben van. Jó. Akkor elkezdenek fát behordani, az szuper. Én ezt a multitoolt, ezt kirakom. Egy izé, egy ásó, ezt is kirakjuk. Ezek sem kellenek. Annyit kellene csinálnom, hogy egy másik tucat viszek magammal, ami egy multitoolos, és a többi az már mind maradhat itt. Oké. Okay. Jelöljünk ki receptet, méghozzá a batwingeset ide, és akkor azt is elkezdik főzni, meg a steakeset. De a steakesbe már nem raktak cuccot, úgyhogy átrakhatjuk erre. Oké. Okay. Na, akkor itt a kajákat megcsinálják, tehát azzal nem lesz issue. És én pedig magamhoz vehetek egy ládát, és elindulhatunk vele. Nagyon jó. Még elméletileg mindig két testőröm van. Jó, a favágás az itt megy, ahogy látom. Azt nézzétek. Van mit gyűjtögetni. Oké. Okay. Elment a hajó. Nézd már, ott megy a hajó. Jó. Mi lehet még ezen a szigeten? Ezek nem hiszem, mert ezekhez hajó kell, azt tuti. Ah, túléltem ezt a hetet, végre itt vagyok, és nem akárhogy kettő éves lett a szín. Anna, nagyon szépen köszönöm a második évet. Köszönöm szépen. Hát ezt tudod, mit jelent? Neked is jár a keksz. Neked is jár a keksz. Azt mondja, Grave of Deathgate-be még mindig van Buried Treasure. Tehát elméletileg ezen a szigeten, csak úgyha rohangálok körbe, kellene találnom még treasure chesteket. Ami vagy elásva van, vagy csak szimplán valahol kint van. Tessék, például itt van egy. Treasure map completed. Na, ezzel komplételtük az egyiket. És itt egy totem. Oké, okay, ezzel melyiket komplételtük vajon? Nem tudom. Mindegy. A lényeg, hogy most mehetünk körbe, keresni kell treasure chesteket, és... Én igazából elmennék egy másik szigetre is. Megnézném, hogy milyen elhajózni másik területre. Bizonyám, most már kigyúrtad magadat te is.
elméletileg itt is kellene lennie valaminek. Meg ugye itt is, de ez vagy nem spónolt be, vagy nem tudom, de hogy itt ezt nem tudtuk kiszedni. Mindegy, hát megyünk körbe, mint a mérgezett egér. És keresünk, mert elméletileg még azt mutatta, hogy ezen a területen kellene, hogy legyen az erdőbe is valami chest, meg valahol el is ásva. Az mi ott? Semmi. Itt találtuk meg az előbb. Ugye ez a never weed. Sose füvez. Ez egy ilyen fűellenes terület. Ott a láda. Ottan van. Én látom már. Na gyertek, majmok. De nem akartam bejönni. Az is halott. És akkor ez egy olyan chest, ami nekünk kellett. Treasure map completed. Ott is van. Aha. Oké. Na hát, haladunk. Haladunk. Azért, mert hogyha elhajóznánk valahova, akkor ott lehet, hogy megtalálnánk a ilyen nagyon, nagyon durva... Szerintem azok bosszok lehetnek. A broken mirror. El lehet adni. Nem lehetne ilyen tükröm-tükröm mondj meg nékemet játszani ezzel? Hol vagyok? Aha. Most vagyok azon a területen, ami nekem kellene egyébként. Itt van ugye a vault. Aha. Itt már jártunk. Hát, nem tudom. Jó, azok ott dolgoznak, azok most leálltak a melóval. Nem tudom miért. Nem adtam rá pedig engedélyt. Totem állat. Nagyon jók vagyunk. Annyi cucc van egyébként már a földön, hogy így nagyon gusztustalan. Ezt a területet kellene egyébként szerintem lefarmoltatnom a majmokkal. Lehet, hogy majd idehozom őket, és így hatan fogják ütni a fát. Na ez valami nagy hely. Haló? Szerintetek fogom látni, hogy mi merre van itt? De sok fától semmit nem látok. Search. Megint egy banner. Search. Itt egy bone. Search. Nincs ott semmi. Nagy kár, hogy mondjuk fákját nem lehet lerakni. Nem is nagyon kell. Igazából a fákja, amit magadra kraftolsz, az így végleges. Tehát, hogy az nem merül ki sose. Úgyhogy ezáltal, ami nekem az egyes szloton van, az folyamatosan világít. Tehát, hogy
Szóval egyszer kellett lecraftolni, és utána hello. Itt egy másik chest. Na, ez volt az, ez is olyan volt, amit meg kellett találni. Király. Még egy zászló. Akkor lehet, hogy nincs is most több. Van még egy. Egy hajó környékén. It's said to be at the buried treasure in Grave of Deathgate. Egy hajó környékén. Tehát ha jól látom, akkor az egy hajóroncs a Deathgate. Deathgate, vagy gate területen. De a flott shell-eset még mindig nem sikerült megtalálnunk. Ide kellene jönni egyébként fát vágni. Aha, itt van viszont valami. Ez jó volt, köszönjük szépen. Én egyébként először azt hittem, hogy ezekbe a bányákba fogom találni a metált. De nem. Ugyanúgy ezekben csak sima kő van, pedig volt egy olyan megérzésem, hogy hát ha az lesz, hogy bejövök egy ilyen helyre, és úgy fogom találni a metált, hogy mondjuk itt, amin ott volt az a kis konzervdoboz mellette, látjátok? De az sem azt adta. Jó, figyeljetek, menjünk haza, és hajózzunk. Nézzük meg, hogy milyen az a hajózás. Mert most már vaultokba voltunk bent, treasure chestet találgattunk. Nézd meg, cannonball. Ezt már nem tudom felvenni. Ja, várjál, ezt tessék, ezt a kis kavicsot megkapod. Valamit valamiért. Nézd, itt is csak csontok, és semmi más. Aha, itt az egyik maki. Ő gondolom nem tud fát vágni, mert nincsen több fája. Lehet. Figyelj, akkor viszont neked is meg kell tanulnod azt, hogy felszeded, és elszaladsz vele. Szalad. Tudod mit? Idáig is hozhatod. Jó? Mert hogyha te odáig viszed, a többi majom meg majd behordja onnan. Hol a ládám? Ládám. Majd a cannonbolt is behozzák később. Jó, de egyébként csak, hogy elnézzünk balra, ezt nézzétek. Mindent behordtak a majmok. Tehát szépen minden fát elhoztak innen. Amit kivágott a favágó majom, azt a többiek behordták már a bázisra. Jó. Na mi történik itten? Annak nincs mit craftolnia. Mondjuk batwingeket pont most hoztam, nem? Ne, az igazából kell, ezt kirakjuk. Ezt a képet felakasztjuk a falra. Csodálatos dekorelem.
Jó, tehát a majmok dolgoznak, mint ahogy láthatjuk. Van, aki főz, van, aki odapakol neki, nagyon jó. Ha Batwingből nincsen elég. Jó. Mivel már tudunk, csináltassunk vele egy szöget. Mert azzal unlockolódik újabb receptem. Na most már hoztam haza metált. Jó, azt szépen le fogod gyártani. Oké, ezt most leállítjuk. Ott van egy metál, majd valaki felszedi. Na, mi nyílt meg? Aha! Oké, tehát a Sturdy multitoolt. Gyártsál egy olyat is, hogy megjelenjen a következő. Már csinálja is, nézzétek. Milyen ügyes ez a majom. Nagyon jó, egy elég volt abból. Megjelent, aha, a metal hinge-hez szög kell, és két metal cucc. Azért az durva. Gold nail. Gyártsa olyat is. Lehet, hogy hoztam haza már kettő aranyat. Negyvenöt fokos. Nagyon jó. Aha, gold sheet. Hát olyat nem tudunk még csinálni. Szerintem ennyi metálon viszont már nincsen. Tehát, hogy itt most egy kicsit megragadtunk. Mert ennyi metált nem hoztam haza. Jó, akkor ezzel jók vagyunk. Ezt leállítjuk, mert ez nem kell senkinek. Itt ugye üveget. Hát, olyat nem fogunk csinálni. Jó, tehát arany és metál, ezek azok a dolgok, amiket találnunk kell az új szigeten. Építésbe pedig, hát igen, ugye a nagyobb chesthez kellene a metal hinge, amim szintén nincs. Oh! Kell metal hinge, ami szintén nincs. Menő. Jó, ágyat is lehetne csinálni itt, és igazából ennyi. Jó, szerintem menjünk el akkor másik szigetre. Mondjuk mentsünk egyet, mert nagyon régóta nem mentettem. Jó, kaja van nálam 7 darab. Gyertek, gyertek aranyoskáim. Felszállunk a hajóra. Let's ride. Borzasztó idiótán lehet. Úgy lehet irányítani a hajót, hogy igazából a vitorlát állított be, hogy merre fele sodorjon az ár. Mondjuk azt nem tudom viszont, hogy vajon teljes izével kellene menni, teljes crewval, tehát ugye az összes majmot át kéne költöztetnem. Mert hogy elhagyom azt a szigetet, vagy vissza fogok járni. New Island Discovered. Milyen szép islandet fedeztem föl. Viccelsz? Pont semmi nincs rajta. Na itt már van. Gyere csak, álljunk meg itt. Kössünk ide izibe. Aha, ez a metálos. Hozhattam volna magammal egy izét. Amivel kicsit ügyesebben lehetne ezt a dolgot csinálni, nem? Valószínűleg az lenne a megoldás, hogy teljesen átköltözni új szigetre. Nem? Mit gondoltok erről?
Tehát, hogy azt ott hagyni, mert ott már úgy megvan minden. Azt a mindenit, mi ez a... Nem lehet, hogy azt kéne csinálni? Tehát, hogy szigetről szigetre járni, most nem azt mondom, hogy mindent át kell hozni, de ugye meg lehet azt csinálni, hogy bepakoltatni a majmokkal ládákba, és akkor mindent át tudunk hozni. Nem kell az összes majmot, tehát csak ki kell jelölnöm őket, hogy kövessenek, és akkor följönnek ők a hajóra. És akkor több körbe egyébként még akár a cuccokat is áthozhatom, hogy semmi ne vesszen kárba. Nagy ceca! Vadásza a nyuszit! Igen, mert itt már van metál. Tehát biztos, hogy ez a... Tehát progresszbe ezt kell csinálni. Tuti biztos vagyok benne. Na nézd, tehát hogy... Bazinagy a map. Látjátok? Egy iszonyat mennyiséget lehet bejárni. És azzal, ezzel a kis mappal szerintem végeztem. A majmokat lehet gyógyítani. Ah, persze, azok gyógyulnak maguktól is. Fixen legyen új spawn pontod a szigeten? Az csak annyi, hogy egy ágyat le kell rakni. Próbáljuk ki azt, hogy áthozzuk a dolgokat? És akkor ezek szerint sose kell nagy bázist építeni. Hát nem az, hogy sose, de hogy nyilván a kezdő szigeten nem kell. Azt úgy, ahogy van, le lehet bontani, ha akarjuk. Ládákat lehet vinni a hajón? Majd most kiderül. Majomnak a kezébe lehet ládát adni. Az biztos. És van 8 majmom, tehát 8 ládányi cuccot el tudunk hozni. Ó, és ez is újra termelődik? Nice. Szóval, ja, azzal lehet mókolni. Kipróbáljuk. Nézd csak. Tehát megfogok egy ládát. És tudom azt mondani, hogy passz. És akkor a majom hozza a ládát. Nézd csak. Így szerintem át lehet vinni a dolgokat. Úgyhogy ebből a szempontból én biztos azt csinálnám, hogy building, destroy. Mindent összeszedetek a majmokkal ládákba. Szia, Loli! És akkor el tudunk menni erről a szigetről. A X százalékát a materiálnak mindig visszakapod, amikor lebontasz valamit. Úgyhogy ez így tud működni. Akkor lehet az, hogy...
Láda. Lerak. Passz. Lerak. Összehordom a ládákat egy helyre. És akkor átmegyünk. Mert ráadásul azon a szigeten, hogyha a metált el tudom kezdeni szedni, akkor utána tudok nagyobb ládákat csinálni. Jó, akkor most gyertek ide, majmok. És mindenkinek az lesz a feladata. Ja, nem is kell mindenkinek az legyen a feladata, mert pikpak összekapkodja az a pár majom, amit kell. Lehet, hogy egy körben nem fogunk tudni átmenni, mert több ládánk van. Mint amennyi majom. The world has replenished. És jó, mert hogyha ráadásul megtartom... Várjál! Ráadásul, ha van építős majmom jelenleg, akkor ha átmegyünk az új szigetre, és csak kijelölöm a buildinget, akkor lehet, hogy alapvetően már ott is építeni fog. És akkor nem kell azzal baszakodnom, hogy kinek mit tanítok. Jó. Oké, azt mondja, hogy building mode, destroy mode. Szépen szedjenek össze mindent. A széket meg az asztalt, azt itt hagyjuk. Azt sajnos nem lehet szétszedni. Lomtalanítás zajlik éppen. Hát egyébként most itt is ez vagy lomtalanítunk. Te mit csinálsz? Vagy mit nem csinálsz? Lomtalanítsá! Igen, azokat nem lehet szétszedni. De milyen szépen szedegetnek! Oké, csak ugye... Á, nem, mert a builder majomnak is, meg a izé majomnak is ugye azt kell mondanom, hogy kövessen. És akkor már nem fog ugye építeni. Igen, az baj ugye. Na mindegy, majd azt a következő szigeten megtanítjuk nekik. Nagyon okosak vagytok, majmócák. Hát figyelj, ez szerintem egyébként így elég korrekt, hogy itt hagyjuk. Ja, és Hirks, lehet forgatni a dolgokat, Smutko kérdezted, amikor a kezembe van, akkor tudom forgatva letenni. Ezt most nem tudom fölvenni, akkor ezt eldobom. Úgyhogy ide elhelyezzük ezeket a székeket. Megjelöltük, hogy mi itt jártunk. Tehát itt van egy kis szék, asztal, meg a hajótörés helye.
Jó, akkor most már ezt is elhozzuk innen. Lerakjuk ide. Az utolsó itemet, azt ott disztrojoljuk. Meg szerintem az ágyat is disztrojolom. Jó, pakoljatok el, majmok, és megyünk. Jó, na, szóval akkor most jön az, hogy mindegyik majomnak meg kell mondanom, hogy kövessen. És mindannyian követnek? Nagyon jó, egyébként hány majmom van? 8? Pedig én biztos nem kattintottam 8-szor. Jó, azt mondja, hogy egyik. Passz. Következő. Passz. 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 Annak is adunk egyet. Neked is adok egyet. Két körbe át tudunk vinni mindent. Meg neked is adok egyet. Na! Szóval mind a 8, 1, 2, 3, 4, 5... Nem, még egynél nincs. Gyere ide, te ne akarjad megúszni itt a dolgot. Ott van. Tehát 8 ládát odaadtunk, 8 bagolynak, majomnak, és megpróbálok egyet én is hozni. Na álljál meg, még a hajóra is pakolhatok. Akkor lehet, hogy egy kör alatt megoldjuk. Igen, ha nem szakad le a hajó, akkor jók vagyunk. Ez azért így elég vicces, nem? Jó, és át lehet sétálni a izéken, úgyhogy nem para. Egy tűzhelyet nem bontottam le. Ezeket meg nem tudom fölvenni, ezek valamiért ide bugoltak. Na! Hát srácok! Szerintem mehetünk! Aha, csak most nem tudok rákattintani a ride-ra. Baj van! Ott van! Elindultunk! Ez az! 8 majom hozza a dobozokat, meg másik, mit tudom én, 8 láda, az föl van pakolva. Juhú! Most már csak ki kell találni, hogy hol kössünk ki. Az mekkora lenne, hogy találkoznék valami óriás krakennel, aki így most mindenestől elpusztítana minket. Megyünk a következő szigetre! Ami elméletileg ez a sziget. Ahol van metál. Na most én itt kiexitelek. Kérdés, hogy melyik részén akarunk kikötni. Rendezkedjünk be így a repülőgép mellé. Tudod mit? Körbehajózzuk a szigetet. Hol szedi az úszó a szemetet? Igen, ez jó kérdés. Aha. Ride, megvan. Körbehajozzuk a szigetet, megnézzük, hogy milyen.
jól kell választani a következő bázisnak a helyét. Hát figyelj, a maga az, hogy ugye fa, meg ilyenek legyen a környékünkön, az nem hátrány. Mert akkor nem kell messzire küldeni a majmokat majd fáért. Itt van még egy sziget, de ide át is lehet sétálni. Itt egy ork falu. Ott egy tigrincs, ami kurvára remélem, hogy amikor hajón vagyok, nem támad meg. Tigrincsben sok a hús. Hoppá. Neki ütköztünk egy kicsit a szigetnek. Hallod, egy pillanatra... Mi a szösz? Láva! Ott egy új majom, amit éppen meg akarnak gyilkolni. Ne arra, hogy nem tudlak megmenteni, nincs nálam kaja. Úgyhogy viszontlátásra. Éj túl. Egy faszántos erdő. Azt nézzétek, az ott mi? Az meg valami... Lehet, hogy az esti fémet láttuk. Itt van valami bűzölgő mocsár. Még ilyen nagy cicák. Valami gyümölcsfa. És itt van egy hajótörő. Aha. Ezt ki kellene lootolni. Egy kis lór. Készülhetnek a luxus apartmanok, azaz. Egyelőre sok különbséget nem látok. Azon kívül, hogy... És hát, de nyilván van különbség, mert itt van fém. Van vízicica. Amin hajóval átmentem és majdnem megöltem. Király. Jó, ez már egy lényegesen nagyobb sziget. Most csak azért kikötök, hogy megnyithassam a mapot. Tehát nézzétek! Tehát ez a sziget, amit találtunk, ezt még mindig így megyünk körbe rajta. Tehát, hogy ez valami irgalmatlan nagy cucc. Itt egy maki. Bárcsak el tudnálak hozni magammal. De nincs olyan kajám, ne haragudj. Még mindig nincs vége ennek a kurva szigetnek. Ott van arany. Meg valami más cucc. Ez is fém lesz, gondolom. Lehet, hogy mindig csak egy ilyen temporary bázist kellene csinálni. Mert ezek szerint sűrűn fogunk költözni. Hm.
Na, az arannyal valamit kellene kezdeni. Tehát, hogy nekem ezzel most csak az a bajom, hogy még mindig nem látom, hogy hol van ennek a vége. Tudod, mert ez ugye itt átsétálható rész. Ott egy majom, azt el is tudom hozni. Nagyon jó vagy. Bambusznád, majom, kenyérfa. Kókusz, de jó. Olyan helyre... Ide kell jönni! Mi ez? És hogyha ez mindig visszaspónol? Oké, ide kell költöznünk. Úristen, nézzétek már, mi van itt! Hát ez egy aranybánya itt. Na, ez elég menőnek néz ki. Ó! Mi a faszom ez? Égek, mint a rejsztág. Kigyulladtam! Kigyulladt a karakterem. Á, ide kell jönni. Hát itt eszméletlen mennyiségű fém van, meg minden. Meg kő. Fa kevés van, de az szarok rá. Oké. Meg kéne keresni a hajómat. Ott van egy másik maki, de nem tudlak elhozni, drágám. Nincsen kajám. Na jó, megöllek, mert bántani fogod a majmaimat. Mi a faszom történt a ládákkal? Haló? Miért dobtad el a ládát? Kinél nincs láda? Nálad nincsen láda, morá. Ó, hogy szopnál le. Tessék. Ne szórakozzál már velem, hogy eldobálod itt a ládákat. Ugye nincs több láda eldobva sehol? Csak plusz egy majmom van. Oké, hol volt a hajóm? Ott is egy majom. Úristen, mennyi majmom lesz. Csak kössünk ki ezen a szigeten. Szerintem ott elég menő lenne, hogyha oda költöznék, mert ott a fémből nem lenne probléma. Az biztos. Rájdolni szeretnék. Nem? Az jónak tűnik, skacok. Tehát ott elég sok mati van. Most nekem úgyis fém nagy hatalommá kellene válnom. Eléggé megérős hely? Jaj, várjál, itt kell egy kis kört leírni. De akkor ez úgy néz ki, hogy ez egy ilyen óriás kontinens, amit találtunk. Tehát, hogy nem egy pici szigetnek ütköztem neki, hanem egy hatalmas kontinensnek. Tehát, oké, magyarázzuk meg a dolgot. Tehát én voltam az egyetlen olyan balfasz, akinek sikerült
úgy partra vetődnie egy pici szigetre, hogy azon kívül mindenhol kontinens volt, de én erre a szigetre vetődtem. Szerintem ezen a szürke részen itt megalapíthatjuk a kis kolóniánkat. Annyi csak, hogy ezt nem lehet lebontani, mi? Nem. Védeni védhető. Pálmafám van. Konkrétan itt van mellettem egy majom. Innen tudnak majd fát hozni. Jó. Na, akkor először is le kell rakatnom a dobozokat. Gyere onnan! Légy szíves! Köszi! Na, gyere már ide! Add már ide a dobozt! Nem passzolni akarok! Mindenkitől elvettem a dobozt? Nem, még nálad van. Add már ide! Mondom. Jó. Várjál, úgy kell leraknom, hogy körüljárhatóak legyenek. Jó. Most ugye átjöttünk erre a helyre. Levesszük a sityakokat róluk. Jó, senki nincsen sityak. Rendítsek. Bemegyünk building módba. Először is rakunk le padlót. Azt tudja miből. Mindegy miből rakom le, nem? Jó, leraktam padlót. És akkor a következő a feladat. Kell nekem... Amennyinek odadobom, annyinek odadobom, nem baj. Az nagyon jó. Három majom lesz az, aki pakolni fogja bele a dolgokat. Tehát meg kell találnom, hogy hol van fa. Mi volt? Fa és kötél? Nem, fa és homok. Nem fogom megtalálni, mire kell. Tessék, itt van mood. Nagyon jó. Egyet kiszedtem. Belerakom. Nagyon jó. Ti már el is kezdted. Ó, és onnan is pakolnak. Hihetetlen okos majmok vagytok, király. Jó. Tehát van három majom, aki pakolja be a building dolgokat. Ez nem tudom, hogy néz itt ki, de mindegy. Pakoljatok. Oké, kell nekem, még mielőtt rámennék a dologra, kell egy, az egy üres láda volt, nagyon jó. Hűha! What this no get? No comment, bazd meg. No comment. Fépucéran szaladok vissza a majmaimhoz. Nem lehet megtanítani, hogy ledobják a ládát? Hát, ezt nem tudom. Na, legalább most még 6-szor meghalhatok. Azaz, meg is mérgeződtem. Azt figyeld. Az gyönyörű. Tehát a mocsárba megmérgeződök. Gázmaszkot kell majd gyártanom? Vagy hogy az Istenbe fogom ezt itt túlélni?
Úristen, itt meg csontvázak vannak. Lehet, hogy nem a legbarátságosabb helyre költöztem. Majmaim szétszélettek. Gyere már vissza! Köszi. És el is felejtették, amiket kellett csinálniuk? Nem. Azok azon dolgoznak, oké. Okay. Elméletileg mindenhova mindent belehordtak? Igen. Most kell találnom egy multitoolt. Itt egy multitool. Meg itt van még egy multitool. És meg kell tanítanom egy majomnak azt, hogy ezt megépítse. Mondjuk leszel te, meg te az építész. Két építész, három hordár. Nagyon jó. Give item. Give item. Mátolják is. Nagyon jó. Oké, ki az, aki nem csinál semmit? Ott van egy. Te nem csinálsz semmit. Te followoljál. Ó, a rohadt kurva disznó megint itt van. Kellene találnom egy fegyvert. Ez baj. Ez konkrétan baj. A kurva életbe! Bocsánat. Azt megint a világ végiről! Nem tudom megépíteni a rohadt ágyamat. Jó, de legalább már van építész majmom, szóval, hogyha a blueprinteket jelölöm ki, akkor azt folyamatosan pakolásszák. Ki kellene jelölnöm nekik egy ágyat. Hú, ez itt egyébként izgalmas lesz, hogyha itt megvan a settle down, akkor utána elég jól fogjuk tudni szedni itt a matériákat. Na figyeljetek, az a durva, hogy egy kicsit soknak érzem egyébként, amit most felfedeztünk. Ez, hogy ennél lehetett volna egy kicsit kisebb sziget, amit találok. Ennél ráadásul van egy dárda. Tehát, hogyha őt tanításra ösztönzöm. Ők a hordárok, ott meg a két építész. Három hordár, két építész. Jó. Oké, akkor mit kellene csinálni most velük? Building mode. Legyen egy ágy.
Már csinálod is, nagyon ügyes vagy. Oké, jöhetnek falak. Ó, de nem lehet. Francba! Akkor nincsen, akkor itt nem lesz fal. Majd valahogy máshogy védjük be magunkat. Jó, tűzrakó helység kell 1, 2, 3 oda föntre, azt csináljátok, mert ugye abból a kaját fogjuk főzni. Crafting bench. Igazából jöhet egy ide. Ágyat lebontjuk, majd újraépítjük, mert máshova. Crafting bench 2. Szuper. Akkor kohó. Majd oda. Lehet nem fogja engedni egyébként, mert hogy... Na figyeljetek, majmok, te tanuld meg a következőt. Fölveszel egy levelet, és belevágod egy ládába. Mit szólsz hozzá? Így. Uff. Jó? Te már elkezdtél a földről pakolni. Nagyon ügyes vagy. Zrínyi Miklós se bírt vele? Ám mi legyűrtük most azért. Nem rossz ötlet egyébként az, hogy a hajón is tartunk izét. Helyet csinálunk. Ettől kellene megszabadulni. Ettől a szartól. De ettől meg gondolom nem fogok tudni megszabadulni. Ugye, azt jól gondolom. Megvetted a remastered verziót te is? Na, örülök neki. Most mondanám, hogy használd egészséggel, de jó játékot hozzá. Na, adjunk feladatot még a buildereinknek. Azt mind csináljátok meg. És nézd meg, és csak úgy csinálják, egyszerűen zseniálisak a majmok. Destroy módban nem tudom eltörölni? Nem. Nem, az olyan tereptárgy, ami beépített. Mindegy, most úgy gondolkodunk ezzel, srácok, hogy itt most addig maradunk csak, ameddig megszedjük magunkat sok fémmel, már tudok csinálni majd nagyobb ládákat, és akkor több dolgot tudunk ide-oda vinni. Jó, de ezek egyébként a majmok zseniálisan dolgoznak. Ő a földről pakol, ők építgetnek. Teljesen korrekt, egész gyorsan haladunk. Na, tűzrakó helyünk van, oké. Spike-okkal most még nem foglalkozunk. Jöhetnek a kohók. Ja, a kohó az majd akkor, ha megvan a padló. Jó, egy ágyat azért pattintsunk le. Hol aludjak? Mindegy. Kinalszom a parton. Ez megvan egyébként, hogy az ágyhoz meg kell találnom a takarót? Valahova a majmok elpakoltak valamelyik ládába egy takarót, és ezt nekem meg kell találnom. Kellemes keresgélés. Ott van!
Szép. Oh, végre itt fogok kelni. Amelyiket mondtad, hogy nagyon szerettél vele játszani régen, a szabad kérdeznem. Nem a pokoli szomszédokra gondolsz. Neighbors from hell. Jó, akkor te, Maki. Te. Ezt tanuld meg, nézd. Ó, bazd meg, nem jó. Tehát, hogy meg kell találnom egy olyat, amiben van fa. Egyet kiveszek innen. Ide sétálok. És belerakom. Megtanultad? Megtanultad. Király vagy. Hova megy? Hova a faszomba megy az a majom? Hát ez hülye. Gyere már vissza, More. Milyen hülye vagy te? Na várjál, kijelölök egy receptet. Mondjuk egy hús receptet. És talán találok két húst valahol. Itt van. Egy, kettő. Hozom. Belerakom. Megtanultad? Megtanultad. Hova mész? Az nem a mi tüzünk. Hagyjad békén azt a tüzet. Itt vannak kijelölve, most jössz oda? Ó, de nagyon hülye vagy. A drága majmom. Ó, de balfasz vagy. Na most mit kezdjek azzal a hülye majommal? Megint bebagolt szerencsétlen. Hát ez megint nagyon buta, mint a... Na jó, azt elvettük tőle azt a feladatot, mert az nem tudja ellátni rendesen. Valamim nincs. Ó, oh, stone slab-em. Mhm. Még az érdekes, hogy hogy-hogy nincs. Még annak kellene lennie. Mindegy. Oké. Okay. Fú, várja, melyiknek nincs feladata? Neked. Az úgyis jó lesz, bazd meg. Ó, hülyék vagytok. Jó, akkor azt mondja, hogy kérlek szépen, az a feladatod, hogy kiveszel követ, azt ide följössz, és belerakod a követ. Megvan? Menni fog? Menni fog. Ügyesek vagytok. Akkor pakoljatok mindenhova mindenfélét. Jó, azoknak megy. Na, ők el tudják látni a feladatot, bár egy megint bevagolt ott. Az meg hova rohangál? Jó, te leszel a crafter. Mit szólsz hozzá? Menni fog? Neked kellene azt megtanulnod, hogyha találok egy multitoolt valahol. Ott egy multitool. Akkor te megtanulod kérlek szépen azt, hol vagy? Hol vagy te okos? Akkor ketten tanuljátok meg, bánom is én. Ezt nézd, pif. Már meg is van. Mehet? Viszontlátásra. Azt mondja, hogy te kapsz egy multitoolt, swap. Már húzhatsz dolgozni. Nagyon jó. És kell nekem még egy multitool, amit adok a másiknak, hogy ő lesz a második crafterünk. Működik. Működik.
És hogyha kialakul, ha meg lesz annyi kő, akkor elméletileg ezt is elkezdik craftolni. Bár most lehet, hogy nincs builderem. De van. Most elméletileg az összes majom valamin dolgozik. Jó, kell találnom kaját. Ja, ott volt kaja. Jó, nem egyszerű, de létre fogjuk hozni ezen a szigeten is a bázist. Összeszedünk sok fémet, és akkor megnézzük, hogy kell-e majd valahova elköltözni. Innen biztos, hogy el fogok mozdulni, mert a hely nem tetszik, csak nagyon jók a resource-ok. Ide miért nem pakolt még be senki stone slab-et? Ott viszi az, nagyon ügyes vagy. Csak látod, csak szólnom kellett, és láttam, hogy megint nem akar dolgozni. Láttam. Most nézem egyébként, egy 20 perc múlva, ha szóltok, az jó. Megértem Zsolinak, hogy mi a faszomat csinál ott az a majom. Kell egy kard. Adunk egy dárdát majd annak a majomnak. Szerintem egyébként az kell, tehát mindenképpen több mint egy, sőt, én azt mondom, hogy több mint kettő majom kell mellém. Tehát, hogy úgy legyünk, hogy annyian védenek. Most egyébként azt megtehetném, hogy ezt a majmot, ezt, megtanítom arra, hogy ezt csinálja. Nagyon jó vagy. Oké, és most adok neked egy pickaxe-et. Mert akkor ő már elkezdi behordani a fémet. Figyeljed! Ott a fém, és arra meg a szarkák rárepülnek majd föntről. Elméletileg van egy olyan majmom. Aha, kettő is. Aki a földről szedi a cuccokat, és hozzák be a fémet. Szuper. Úgy fogjuk megvédeni magunkat, hogy ahogy látom, ott a disznó. Gyere! Ott is van. Úgy fogjuk megvédeni magunkat, hogy ezt a folyosót zárom itt le. Így. Úgy, hogy ide pedig egy ajtót fogok tetetni. Metalból, és ide pedig egy door. Aha. Amit egyelőre még nem fognak tudni megépíteni, de ha kijelölök itt inget, itt szöget, akkor utána meg tudják építeni, ugye? Mert ehhez az kellett. Aha. Elméletileg ez itt mind működőképes dolog lesz. Aha, nézzétek csak, király lesz. Honnan lett fém? Átjöttünk másik szigetre. Elköltöztünk erről a szigetről, igazából ez valószínűleg egy kurva nagy kontinens. De figyelj, azt a majmomat vissza kéne szerezni. Itt van a piros cucc, srácok! Oké. Tehát az a piros cucc is külön resource-ból jön. Nice. Nagyon jó. Az a baj, hogy ehhez olyan wooden cucc kell,
Lehet, hogy igazából kővel... Sőt, ezt a részt nem is rakom le padlóval, mert ha ezt leraknám padlóval, akkor nem respawnolnak a kövek. És nekem meg ugye pont az a cél, hogy itt az arany, a fém, meg a minden más, az respawnoljon. Szépen pakolásznak oda bele, tehát ez működőképes lesz. Oké, mi az, ami még kellhet nekünk? Nagyobb ládát, azt majd akkor, ha már sok mindent kraftoltunk. De ugye egy... magát a nagyobb ágyat, azt megkérhetem tőlük, hogy csinálják már most meg. Hát mit tudom én, ide. Akkor abba szépen azt majd bepakolják, ami kell. Két szögkel hozzá, tehát nem vészes. Itt ugye a szögeket már gyártja ebbe a kohóba. Itt a hinge-et hozzá. Jó, ezek szépen el vannak itt. Köszi oda. Jó, itt ezek pakolásnak. Ő szerencsétlen most még egy kicsit meg van menve, mert... Ó, földet kellene szedni. Aha. Ó, de észrevette, hogy megépítheti az ágyat. Az nagyon jó, mert akkor a kis ágyat szétszedjük. Ezt removolom. Ez nem kell. Rárakjuk a lepedőt erre. Nagyon szuper. Itt most mentünk egyet. Már megvan az upgrade-elt ágyunk. Oké. És akkor elméletileg... Aha. Itt van egy ilyen frémes ágy. De még frémet nem tudok csinálni. Kellene csinálnotok egy dárdát is. Jó, most lehet, hogy elég lesz ennyi stone cucc. Ez megcsinálja a dárdát. Az egyiknek kellene csinálnia egy ilyet, és akkor azzal is kapunk új blueprintet. Itt gyártódik a szeg. Kellene bele most izé. Valaki rakna bele, ha megkérem, szenet. Drágáim, abba kéne szén. Valaki pattintson bele, köszönöm szépen. Köszi, te vagy a legjobb majom. A hinge-et még egyáltalán nem gyártották le. Egy metal sheet viszont kell ide. Ott megcsinálja mindjárt a nyílveszőt, akkor azt le is állíthatom. Nagyon jó. Cancel. És jön a legendary nyílvessző. De azt már nem kell legyártanom. Már blueprintjét tudom. Oké. Ezzel mi van? Azzal ott mi van? Mit csináltok ott? Az a baj, hogy ebbe a kurva izébe oda bebagolnak mellé. Holott itt lenne feladat. Hol van a kapáló majmom? Hol van az a majmom, aminek az a feladata, hogy kapáljon? Ezt lehet tudni? Az lenne az, aki ott a 8. határba eltűnt? Itt még lenne mit kapálni. Azok a totem oszlopok arra jók, hogy kérnek egy itemet, és cserébe adnak egy treasure-t. Bazd meg, jobb helyre nem is mehettél volna, majom.
Szerintem valami elriasztotta a majmot. Benn van a mocsárba, bazd meg! Ó, genyó, hát hallod, az meg, miattad halok meg. Hol vagy? És te miért vagy felelős? Te ráadásul egy építész vagy, mit keresel akkor itt? Ó, Istenem. Ha a hülyeség fájna, és kerülhetem meg ezt az egészet. Igen, ne magyarázzál vissza, ne feleseljél, mert miattad jöttünk ide. Nem kicsi a térkép. Nem, nem, nézd meg. Tehát, hogy... Ez mind bejárható. Ami elég durva. Csóri majom? Én nekem kellett eljönni érte a világ végére. Nézek, hova jött. Ez ráadásul egy építész majom. Nem tudom, hogy mit keresett ott. Mit akart ott építeni? Arra lennék kíváncsi, hogy hol van az ütögetős majmom. Ó, az ő. Ha. Jó, nem basszuk el. Egy. Kettő. Ti tanultok, és ti azt tanuljátok meg, hogy ugyanúgy fölvesztek egy követ, és visszahozzátok. Jó, tehát legyetek hordárok, és ti is hozzátok szépen vissza a cuccokat. Jó, hát most egyelőre az van. Ez a kettő, Maki, ők az építészek. Ahogy látom, mert az egyik hordja az építőanyagot, a másik pedig épít. Úgyhogy ha valamit kijelölök, akkor ők fogják azt csinálni. Minden bizonnyal. Kicsi Channel! Köszönöm szépen a hostot per raidet. Köszi. Igen, az már hordja is bele. Nagyon jó. Oké, metálom egyelőre nincsen, mert még oldalról nem hozták be azok a majmok. De most kezdik el hozni, ahogy látom, hogy gyűjtögeti már a metált és hozza be. Szóval ennek az oszlopnak, ez a kettő nem tudom mit csinál itt. Jó, ti ketten tanuljátok akkor azt meg, ti is üssetek szét izét. Püf. Na meg is tanultátok, akkor hozok nektek csákányt. Csákány, hol a csákány? Itt van egy csákány. Hát ez mindjárt eltörik, úgyhogy ezt inkább hanyagoljuk. Nem kell nekik csákányt. Ott már ott van az aranyszögem. Már ilyeneink vannak. Aranyszeg. Na és vajon csákány az hol lesz? Ó, itt van két kék. Az jó lesz. Két kéket megkapnak. Azt... tehát én azt pont kitenni szerettem volna. Köszi. Na, azoknak visszavisszük a csákányt. Jó, ez zseniálisak lesznek. Kék csákánnyal annyi mindent fognak szedni. Szóval,
Ami lényeg, hogy ide kell 3-6 darab olyan faág. 9. Jó, 12 faágat kell ezeknek a szobroknak adnom. Olyanom mondjuk szerintem nincs. Just saying. Itt van 6. Volt ott mad, tehát ezt tudják építeni. Fa. Én a fával szerintem gondba leszünk, mert az nem hiszem, hogy lesz. Bárcsak tudnának rendszerezni a majmok. Ó, nem, várja, itt van még. Ez 10. És akkor ebből meg lecraftolok 2-t. És mindenki áll, mint Bálám szamara. Aha, mert elfogyott a fám. Ja, ez várható volt. Lehet, hogy ezeket a korhat fákat ki tudjuk szedni. Na nézd csak! Odaadtam neki. Odaadtam neki. Odaadtam neki. És ennek is odaadjuk, és ezért kapunk egy chestet. Az el is tört. Az is eltört. Na tessék. Na, ezért jók ezek. 46 van. Látjátok? És akkor innen most elméletileg elég sok fémet kellene találniuk. Meg még ahogy látom innen is ütögetnek, ezeket időbe le kell állítanom. Na figyelj, most leállítalak titeket, és azt tanítom meg nektek, hogy fölvesztek valamit a földről. De jó, bazd meg, az a másik meg még tovább ment. Fölveszed a földről, és ide lerakod. Jó, menni fog? Igen, rakd oda a túlodat is, ügyes vagy. El kell kapnom a másik majmot, ez valahova elszaladt. Bejött a perzselőbe. Úristen! Vegyél föl valamit a földről, tanuld meg. És ők nem sérülnek attól a perzselőstől? És ragd le ide. Jó. Na, most ezt megtanulták, és most elméletileg a tőlem balra lévő dolgokat mind össze fogják szedni. Jó. Ezeket most idején kidobálom. Nem, ezt nem. De ezt igen. Jó. És meg kell nézni, hogy ha a fát kivágom, az működik-e. És ő neki fogjuk azt megtanítani, hogy vágjon fát. Gyere. Figyelj. Ettől is megtanulod, ugye? Igen, nagyon jó. Akkor csak kell keresnem neked egy fölszét. Kell egy fölsze. Gyere ide, fölsze. Meg fölsze. Give item. Nagyon jó, már mehetsz is. Fasza vagy. Ő mi? Ő építész, csak vagy crafter, de nem tud mit craftolni. Jó, van favágóm, van gyűjtögetőm, most ugye effektíve kőfejtő nem kell, mert az úgy el van. Azt hiányolom egyébként, hogy azt nem tudják, hogyha eltörik az iteme, és van olyan item a dobozba, akkor kivegye. Mert olyat még nem tudnak. Jó, ezekre nincs szükség. Oksi. Na, még van egy kis időnk. Hát a hinge-et még mindig nem tudták legyártani, mert szerintem elfogyott a fém. Aha, látom. Ha majd lesz fém, akkor léci, jó lenne, ha épít. Aha, viszont előtte meg kell mondanom nekik, hogy itt legyen fagyártás.
Igen. Jó, hát most újra föl kell építeni a dolgokat. Majd az az ajtó meg lesz. Innen nem fog visszajönni semmi, viszont respawnolnak ide a fémek, meg ilyenek. Azokat egy kicsit meghűítettem azzal, hogy az egyiknek azt mondtam, hogy ide pakoljon, a másiknak azt mondtam, hogy oda pakoljon. Jó, úgyhogy akkor ti most figyelj rám. Figyelj rám. Fölveszed. És berakod a ládába. Jó, most már vagytok annyira intelligensek, hogy el tudtok sétálni odáig. Ide, azt nézd csak, puff, belerakod. Már meg is tanulta. Nagyon ügyes. Jó. Tehát elkezdenek visszapakolni ládákba. Hát ott hozzák a túlokat, onnan mindent el fognak hozni. Neked mi kellene? Nincs mit vágnod. Aha. Az baj. Tehát nincs itt több olyan fa, amit kivághatnál. És komolyan mondod nekem? Na, majd mindjárt megtanítalak, hogy kell fát keresni. Gyere csak! Gyere! Nézd, figyelj! Elviszlek téged egy olyan helyre, ahol van fa. Mit szólsz hozzá? Nézd csak! Az megint itt találtam fát. Na, ehhez mit szólsz? Hű! Na! Újra vághatsz fát. Itt van még egy majom, csak ennek kellene főznöm kaját. Hopp, onnan is volt. Te nagyon intelligens vagy, te nem tudom ki vagy, de te vagy a legjobb. Kraftereink sajnos állnak, építészem áll, mert nincs mit építenie. Az a baj, hogy nem is nagyon tudok mit kitalálni, hogy most mit építsen. Mert ehhez is ugye olyan plank kellene, ami elméletileg most nem nagyon áll rendelkezésemre. Fém keretet még nem tudok csinálni. Jó. Na, hát figyeljetek. Valószínűleg az lesz, hogy mielőtt ezt legközelebb streamelem, azelőtt legalább ezt a bázist összehozom. Nem nagyon fogok felfedezni a területen, mert majd azt együtt megcsináljuk, de valószínűleg itt normalizálom a dolgot, és valami normálisat összehozok. Valószínűleg főként a ládáknak a tartalmának a realizálása, és akkor utána tudunk tovább mozogni. Úgyhogy innen fogjuk folytatni a The Survivalist-et.